Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy napi horoszkóp, illetve ez a felvétel két napra szól. Április 30-ára és május 1-ére. Április 30-án újhold van a kos jegyében az indiai számítás szerint. Légy visszahúzódó, meditálj valami felett, ne siessd most el a dolgokat, inkább gondolkodj el azon, hogyan tovább, milyen irányba. Itt lesznek kármikus témák, mert május 1-én a hold eléri a felfele mozgó kármikus csomót, Ráhút a kos jegyében, és az jelenti azt, itt lesz egy kiút, itt lesznek változások. Április 30-án Plutó bolygó megáll, tarts egy kis szünetet, gondolkodj el azon, mitől vagy kitől kellene elbúcsúznod. Plutó bolygó utána visszafele fog mozogni, ez utal a múltra. Azt is jelentheti, hogy valaki gondol rád, és visszatér a múltból. A napokban Shula Yoga van. Az indiai asztrológia szerint, és ez utal a harcokra. Tehát amit mi átélünk most itt a politikai területen, de ez jelentheti a saját életünket is, hogy lesznek kihívások, lesznek harcok, itt be kell bizonyítani magunkat. És most megtekintjük az egyes jegyeket. Én indítanék a kos jegyével. Az indiai számítás szerint itt van ez az új hold, tehát itt fontos a meditáció. Azon kívül itt mozog Uránusz bolygó a kos jegyében, és itt lesznek változások, megújulások, meglepetések. Ráhú a felfele mozgó kármikus csomó szintén a kos jegyében van, nálunk kos jegyében születetteknél most vannak kármikus témák, lesznek változások, vagy lesz egy kiút. Merkur bolygó a szomszédban van, a bika jegyében, és ez a szomszédság mindig segít, ez olyan, mint egy ajándék. Ez lehet egy jó hír, vagy egy előnyös szerződés, különösen, ha pénzügyi dolgokról van szó. Neptun bolygó, Vénusz bolygó és Jupiter bolygó szintén a szomszédban van a halak jegyében, ez is segít most nekünk, különösen, ami a szerelmi életet illeti. Mars bolygó és Szaturnusz bolygó a vízöntő jegyéből hat, ez is segít, hiszen a kos jegye a tűz eleméhez tartozik, és a vízöntő jegye a levegő eleméhez tartozik, és a tűz eleme és a levegő eleme barátságban áll egymással. Ez lehet az életerő, ez a könnyűség, vagy egy férfi segít nekünk. Szaturnusz bolygó az azt jelenti, hogy itt lesz valami, ami kialakul nálunk, meg lesz a biztonság érzete. Szaturnusz bolygó nem csak jól hat a vízöntő jegyéből, hanem küld energiát kívülről számunkra, kos jegyében születettekre, és az azt jelenti, itt ki kell alakítani valamit, hogy meglegyen a talaj a lábunk alatt, a biztonság érzete. A bika jegye. A bika jegyében mozog Merkur bolygó. Itt van mozgás, lesznek cselekvések, kommunikáció, vagy egy bizonyos szerződés. Mars bolygó energiát küld kívülről, ami erőt ad, vagy egy férfi közeledését is jelentheti. Neptun bolygó, Vénusz bolygó, Jupiter bolygó a halak jegyéből segít, ez szerencsét hozhat a szerelmi élet területén. Tehát egy álom megvalósul. Viszont Szaturnusz bolygó és Mars bolygó a vízöntő jegyéből az nem jó hatással van
a Bika jegyére, mert itt lesznek korlátozások, vagy lesz egy másik férfi, aki talán nehézségeket okoz számodra, ez előfordulhat. Az ikrek jegye. Az ikrek jegyében nincs mozgás, nincs külső hatás. Merkur bolygót van a szomszédban, a Bika jegyében is segít, itt kialakulhat valami, rendezheted az anyagiakat, vannak jó hírek. A mai, illetve a 30-án, április 30-án lévő új hold jó hatással van az ikrek jegyére, hiszen az új hold a tűz elemében van, az ikrek jegye a levegő eleméhez tartozik, itt megvan a barátság, ez a jó hatás. Szaturnusz bolygó és Mars bolygó szintén segít a vízöntő jegyéből, ez adja az élet erőt, itt megvannak a lehetőségek valamit kialakítani. Viszont ami a szerelmet vagy egy jogi ügyet jelent, itt vannak még nehézségek, hiszen Neptun bolygó, Vénusz bolygó, Jupiter bolygó a halak jegyéből nem jó hatással van az ikrek jegyére. A rák jegye. A rák jegyében nincs jelenleg mozgás, viszont Jupiter bolygó küld energiát kívülről a rák jegyébe. Ezek a lehetőségek, itt lehet szerencse, vagy egy jogi esetnél egy nyeremény. Merkur bolygó jó hatással van a rák jegyére, hiszen Merkur bolygó a Bika jegyében, a Föld elemében van, és a rák jegye az a víz eleméhez tartozik, és a Föld eleme és a víz eleme barátságban állnak egymással. Ami a szerelmi ügyeket illeti, vagy az álmokat, az elképzeléseket, itt meg lesz a szerencse, hiszen mindez a halak jegyéből hat, a rák jegyére, és mindkettő a víz eleméhez tartozik, itt megvan az egyhang. Ami Mars bolygót és Szaturnusz bolygót illeti a vízöntő jegyében, itt valami még bizonytalan, az a fontos, hogy a rák jegyében születettek ne legyenek visszahúzódóak, hanem keressék a kapcsolatot. Az oroszlán jegye. Az oroszlán jegyében nincs bolygó jelenleg, de van külső behatás. Mars bolygó és Szaturnusz bolygó szemben áll, küld energiát. Itt tükröződik valami. Mars bolygó jelentheti az élet erőt, vagy egy férfit, például a lelki társadat, és Szaturnusz bolygó az kihat a sorsra, a sors utakra. Itt vannak döntések. De az a fontos, hogy középen találkozzatok, mert ez olyan, mint egy mérleg. Ne túl sokat, ne túl keveset. Merkur bolygó nincs jó hatással az oroszlán jegyére. Ezek lehetnek viták, veszekedések, most egy szerződés aláírása előnytelen az oroszlán jegyénél. Az új hold viszont segít, hiszen a tűz elemében van, és az oroszlán jegye szintén a tűz eleméhez tartozik, tehát itt megvannak az elképzelések, és ez megvalósítható. Ami a szerelmi ügyeket illeti, itt valami még bizonytalan. Ugyanígy hat ki a jogi ügyekre is. A szűz jegye. A szűz jegyében nincs mozgás, viszont Mars és Vénusz bolygó energiát küld kívülről. Ez kihat a párkapcsolatra. Azon kívül itt lesz Jupiter bolygó energiája is. Ez szemben áll a szűz jegyével, hiszen Jupiter bolygó és Vénusz bolygó a halak jegyében van, itt tükröződik valami, ami a párkapcsolatot illeti. De Mars bolygó is küld energiát, tehát egy férfi közeledik hozzád, vagy valami, vagy valaki erőt ad számodra. Ami a kommunikációt illeti, Merkur bolygó jól hat ki a szűz jegyére, hiszen Merkur bolygó a Bika jegyében van, a Föld elemében,
és a szűz jegye szintén a föld eleméhez tartozik. Tehát lehet egy jó hír, vagy egy előnyös szerződés. Mars bolygó és Szaturnusz bolygó olyan távolságban van a szűz jegyétől, ami bizonytalanságot vált ki. És ha így van, akkor ne légy visszahúzódó, hanem keresd a kapcsolatokat, hogy itt rendeződjön valami. Ugyanígy van az új holdnál is, ez most van bizonytalanságokat vált ki a szűz jegyénél. A mérleg jegye. A mérleg jegyében nincs mozgás. Viszont az új hold tükröz itt valamit a mérleg jegyébe. És ez azt jelenti, hogy tekints bele ebbe a tükörbe. Mit közöl veled ez az új hold? Hol legyen új kezdet? Hol legyen egy új változás? Azon kívül mérlegeld a dolgokat, hiszen szemben álltok, és itt ez olyan, mint egy mérleg, itt az a fontos, hogy meglegyen az egyensúly. Ne túl sokat, ne túl keveset. Ami a kommunikációt illeti, itt vannak még más vélemények, itt jó lenne tisztázni valamit. Ugyanígy hat ki a szerelmi élet területére is, itt vannak még bizonytalanságok, és egy jogi esetnél itt is bizonytalanságok vannak, valami még átláthatatlan. Mars bolygó és Szaturnusz bolygó jó hatással van a mérleg jegyére, hiszen a mérleg jegye a levegő eleméhez tartozik, Mars bolygó és Szaturnusz bolygó a vízöntő jegyében szintén a levegő eleméhez tartozik, itt ez harmóniában áll egymással. A Szkorpión jegye. A Szkorpión jegyében nincs mozgás, viszont van külső behatás. Merkur bolygó szemben van a Bika jegyében, itt tükröződik valami. Tehát oda kell figyelni, hogy mások most mit közölnek veled. Ha szerződésekről van szó, akkor nézd át a dolgokat. Az új hold a Kos jegyéből bizonytalanságokat vált ki a Szkorpión jegyénél. Mars bolygó és Szaturnusz bolygó a vízöntő jegyéből nincs jó hatással a Szkorpión jegyére. Itt vannak kihívások, korlátozások. Viszont a Halak jegye jól hat ki a Szkorpión jegyére, hiszen mindkettő a víz eleméhez tartozik. Itt álmodozásokról, szerelemről és a szerencséről van szó. És a Nyilas jegye. A Nyilas jegyében nincs mozgás, nincs külső behatás. Mars bolygó és Szaturnusz bolygó jól hat ki a Nyilas jegyére, hiszen Szaturnusz bolygó és Mars bolygó a vízöntő jegyében a levegő eleméhez tartozik, és a Nyilas jegye a tűz eleméhez tartozik. És a levegő eleme és a tűz eleme barátságban áll egymással. Az új hold jó hatással van ki a Nyilas jegyére, hiszen a Kos jegyében van az új hold, a tűz elemében, és a Nyilas jegye szintén a tűz eleméhez tartozik. Itt van egy jó kapcsolat. Ami nem olyan jó a Nyilas jegyénél, az a szerelmi ügy, vagy egy bírósági ügy, mert a Halak jegye, ahol Vénusz bolygó, Jupiter bolygó van, nincs jó hatással a Nyilas jegyére, és Neptun bolygó most csalódásokat okozhat. Merkur bolygó olyan távolságban áll a Nyilas jegyétől, hogy a kommunikáció az azt váltja ki, hogy mindenki más véleményen van, vagy lehetnek nézeteltérések, olyan bizonytalan szerződéseknél szintén bizonytalanságokat idéz elő.
a bak jegye. A bak jegyében van Plutó bolygó, itt lesz egy fordulat, át kell vizsgálni a dolgokat, mit szeretnél megtartani, vagy melyik kapcsolatokat kellene megőrizni, ki gondol rád a múltból, lehet, hogy most valaki visszatér hozzád, amikor Plutó bolygó majd visszafele mozog. Szaturnusz bolygó és Mars bolygó a szomszédban van, ez jó hatással van, hiszen megajándékoz téged a levegő elemével. Az jelenti a könnyűséget, a jó ötleteket, és Szaturnusz bolygó segít abban, hogy ezt meg tud valósítani. Vénusz bolygó, Jupiter bolygó, Neptun bolygó jól hat a halak jegyéből, ez szerencse a párkapcsolatot illetően, vagy ha van egy kreatív tevékenység, itt meg lesznek most a lehetőségek. Viszont az új hold a kos jegyéből nincs jó hatással a bak jegyére. Ez lehet, hogy valaki támad téged, hogy itt kihívások lesznek, vagy azt is jelentheti, hogy vannak álmatlan éjszakák, nyugtalanságok most így a napokban. A vízöntő jegye. Itt mozog Mars bolygó és Szaturnusz bolygó. Mars bolygó kihat az élet erődre. Most be tudod bizonyítani magadat, de lehet egy férfi is a lelki társad. Szaturnusz bolygó a sors bolygója. Itt most a vízöntő jegyénél lesznek sorsdöntő döntések, találkozások, változások. Vénusz bolygó, Neptun bolygó és Jupiter bolygó a szomszédban van, a halak jegyében. Tehát ott van a közelben, és megajándékoz téged a víz elemével. Az kihat az érzelmekre, itt folyamodnak az események, különösen ami a szerelmet illeti. Az új hold szintén segít, hiszen az új hold a kos jegyében, a tűz elemében van, és a vízöntő jegye az a levegő eleme, és a tűz eleme, és a levegő eleme barátságban áll egymással. Viszont Merkur bolygó nincs most jó hatással a vízöntő jegyére. Itt lehetnek kihívások, viták, veszekedések, egy szerződés aláírása előnytelen a vízöntő jegyénél. A halak jegye. Itt van Neptun bolygó, utal az álmokra. Ha hiszel ebben, akkor ez az álom megvalósul. Itt van Vénusz bolygó, kihat egy kreatív tevékenységre, kihat a szerelemre. Itt van Jupiter bolygó, ami szerencsét hoz. Mindhárom jól érzi magát a halak jegyében, hiszen Neptun bolygó és Jupiter bolygó uralkodik a halak jegye felett, és Vénusz bolygó itt nagyon erős, tehát itt ki tud bontakozni. Az új hold a szomszédban van, a kos jegyében, és ez segít, ez adja melegséget, a lelkesedést, vagy a szerelmi élet területén egy közeledést, utal a testi kapcsolatokra is. Mars bolygó és Szaturnusz bolygó segíteni tud, hiszen a szomszédban van, küld egy kis levegőt, amikor megvan a könnyűség, végre fellélegezhetsz, itt megvan az életerő, az is lehet, hogy egy férfi közeledik hozzád. Merkur bolygó jól hat ki a halak jegyére, hiszen Merkur bolygó a bika jegyében, a föld elemében van, és a halak jegye az a víz eleméhez tartozik, és a föld eleme és a víz eleme barátságban áll egymással. És ez volt a felvétel. Én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!